izom a testünk! A látszatcsal nem egy amolyan túlélő tábor résztvevőjük az alsónánai galagonyatáborban, még csak nem is hegyi futók, nem is birkózók, jó sejtik, van közük a küzdősportokhoz. Ők a szekszárdi gemeng judó új generációs képviselői, akik a tatamit nélkülözve szokásos nyári táborukban gyűjtenek erőt az őszi versenyekre alsónánán. Nincs babusgatás, kíméletesség a Szepesi Dávid, Szepesi József és immáron Ridrik Gábor edző trió részéről. Súlykolják, ha kell, jelképes korbácsbottal is, az itteni munkán múlik, hogy a legfontosabb meccseken, majd ősszel, 3 perc küzdelem után se fogjon el az erő. Ha nincsenek ezek a határfeszegetések, nincs az, hogy átlépnek a sportolók a határukon, akkor nem fognak tudni versenyen egy kiki meccset győzelemmel véghez vinni. Szoktam nekik mondani, amikor a domb közepén már lóg a nyelvük, hogy gyerekek, kezdődik az utolsó perc a meccsen, és vesztésre állsz. Mi a cél? Győzni akarsz, vagy lejönni vesztesen? Volt most is olyan versenyzőnk, vagyis hát még nem versenyző sportoló, aki úgy kezdte a tábort, hogy hát ő nem igazán tudja ezt megcsinálni, gondolta ő. Nem hagytuk, hogy ebbe a hitbe éljen, és a tábor végére teljes mértékig felvette a ritmust, és dicsérendő munkát végzett. Ebben a nyári záró táborban az idén éppen 20 éves gemeng judó ese egyharmada van jelen. A klubvezető nem titkolja ebbéli csalódottságát, hogy van több olyan ígéretes fiúcska, akinek bizony itt kéne lennie, de a versenyző edző nem dönthet a szülőjét, utóbbiaknál előfordul, nem az élsportoló válás a fő szempont, nagy-nagy sajnálatokra. Akik itt vannak, azok nem cserélnék fel az együtt töltött hetet egy hagyományos nyaralással. A szekszárdi judóklub 3. generációjának legsikeresebb versenyzője, Sárosdi Ákos is jó példa, aki fél éves kihagyás után minden lehetőséget megragad, hogy mihamarabb utolérje magát új korcsoportba, az IFIK közé lépve. Nagyot nőtt a serdülők mezőnyében, országosan meghatározó szekszárdi judóka. Szerintem még pár dobást hozzáveszünk a mostani technikáimhoz, meg a földet, azt nagyon. A bokadobások az erőssége, ősszel új lábtechnikákat is tanul majd. Nagy belső, kis belső. Hiába no, nem szeretné, ha az ifik között azt mondanák rá, ügyes, de még erősödnie kell. Most ugye nagyot nőttem, és súlyom is ezzel növekedett, szóval többiekkel most így egy szinten vagyok. Közel az idő, amikor a volt junior magyar bajnok edzőjét, Szepesi Dávidot is le tudja majd győzni egy edzésen. Tudod verni Dávidot? Nem? Na, hát lehet. A lánygyúdó felépítése 3-4 évvel ezelőtt kezdődött a szekszári klubnál. Többen is ott voltak a táborban, akik már 11-12 évesen fényesen bizonyították, tehetségük nagyobb az átlagosnál a judóban. A 13 éves Pető Léna két országos bajnoki címet is begyűjtött már, az új generáció legnagyobb felfedezetje, remélik nőni és erősödni fog. A Lénánál az a legnagyobb gondunk, hogy a súlya alacsony, és most miután egy év múlva majd bekerül a ifi korosztályba, ott nagyon magas a kezdő súlycsoport, tehát addig valahogy el kéne vinni a dolgot, türelemmel kellene viselni. Szülő Léna, mi azok leszünk, hogy beérjen, mert előbb-utóbb eléri majd az alsó korcsoportot, csak hát ugye addig kell menni 10 kilóval nehezebb emberekkel is, és ne vegye el a kedvét. Tekintettel arra, hogy az edzőtáborozás az olimpia kellős közepén zajlott, Szepesék olimpiai szobát rendeztek be a szabadban, itt nézik, itt nézték a cselgáns küzdelmeit. És persze kielemezték a meccseket, tényleg merre tart a sportág, vetettük fel vendéglátóinknak búcsúzóul. Igazi, látható judó, amit a néző is szeret nézni, az abba az irányba megy, amibe mi is szeretnénk haladni. Tehát itt nem azt mondom, hogy aki borzasztóan erős, az nem ér el eredményt, de egy jól felkészült, technikailag tökéletesen képzett versenyző, és akár mondhatni egy ilyen erőállapotot nézve a 60-70%-kal rendelkező, az még én mindig azt mondom, hogy ez győzedelmeskedik a 100%-ig erőben bízó sportoló felett itt. Így a japánok dominanciájának a technikás, klasszikus cselgáncsot mindig is előtérbe helyező szekszárdi klubnál feletté tudtak ennek örülni.